Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon, ebben a videóban. Ezt az óriási csomagot fogom kibontani, ami rogyásig van kosaras kártyával, főként a 90-es évek kártyáival, mert én inkább azt gyűjtöm. Ez a paninis időszak már annyira nem az én világom, hogy látjátok. Most érkezett meg a tengeren túlról, úgyhogy akkor lássuk hozzá, mit rejt. Ez mind eBay-es vásárlás, az elmúlt egy évnek a gyűjteménye. Egy pár szót magamról. Van általános iskolás korom óta gyűjtöm a kártyákat. Aztán egy jó 10 évre abban maradt ez a hobbi. És most egy éve megint elkezdtem gyűjteni. Azóta sok minden megváltozott. Most már a Panini az egyeduralkodó szinte. A régi kártyákat már nem lehet bontani, vagy maximum elvétve van egy-két retro doboz. Na, jó nehéz. Főleg Rodman kártyákat gyűjtök, Jordant, Grant Hillt, Iversont, Garnettet. Van pár Kobin, Shaq-em, mindet eBay-ről szoktam vásárolgatni, megnézem a katalógus árat, és az alapján, na ezt jól becsomagoltam. Ezt egy ismerősöm küldi mindig haza. Ő címére szoktam rendelni a kártyákat, és mikor összegyűlik egy ilyen pak, akkor mindig haza küldetem. Ez lényegtelen. Na, lássuk az elsőt. Elég gondosan be vannak csomagolva. Na, az igen. Kömen árakról a Beckettben tudtok tájékozódni, illetve van az eBay eladás. Ezekből lehet következtetni körülbelül, hogy mennyit ér egy kártya. De mondom, csak a katalógus az magában nem mérvadó. Mert sajnos van olyan kártya, ami mondjuk 50 dollár, de 80 alatt senki nem adja el, és van fordítva is. Van 200 dolláros kártyám, és 100 dollárért sem tudom eladni. Úgyhogy ez mindig attól függ, hogy mennyit ad érte a piac. Kártyát is kínált. Na, az első az egy teljes, tehát egy complete set, ez egy SPX, biztos ismerős lesz számotokra, hogyha ti is a 90-es években gyűjtöttek a kártyákat. Gyorsan végiglapozom, szóval ez a teljes set, ezt egy év alatt sikerült összeszednem. Nézzük a lapokat. Mindegyik gyönyörű állapotban. Erre nagyon kényes vagyok. Ne legyen sarkos kártya. Itt a Jordan. Itt a Rodman.
Grand Hill. Nagyon szépek. Charles Barkley. Hakim. Miller. Kobe. Elárulok egy titkot. Ebbe a pillanatban ez a Kobe többet ér, mint a Jordan. Hogyha valaki egy az egybe szeretné elcserélni veletek, akkor elküldhetitek melegebb éghajlatra. Pár sorozat van a 90-es évekből, ahol a Kobe többet ér, mint a Jordan. Összességben mindig a Jordan ér a legtöbbet. Mostanában nagyon felszöktek a Jordan árak. Ezt gyorsan véglapozom. Anferni, Iverson, Stackhouse, Johnson, Steve Nash. Ezt mi általános iskolában úgy hívtuk, hogy a rakétás kártya. Kicsit olyan, mint egy rakéta. Na, ez megy a PC-be. Ilyen rövidítések. Ez a PC, ez a Personal Collection. Mindig ki szokták írni, hogy ez PC, nem eladó. Ez azt jelenti, hogy saját gyűjteménybe megy. Nekem is saját gyűjteménybe megy, úgyhogy ebből nincs eladó. Lesz pár lap, ami eladó, azt majd mindig mutatom. És mondom. Na lássuk, mi van a következőben. Is meglepetés, mert megmondom őszintén, kicsit elfelejtettem, hogy miket rendeltem az elmúlt egy évben. Ez egy 97-98, ugyancsak egy SPX set, így mutatom. Lássuk. eBay-en elég jó vételeket lehet fogni. Na, hogy nyílik? Aha. És elég nagy piaca is van Amerikában ezeknek a régi kártyáknak. Az jól összeadott. Na, gyere már ki! Tehát ez a másik fajta SPX sorozat, ez is a teljes set, ez is PC, tehát ez saját gyűjteményem, nem eladó. Itt a Jordan. Hopp, ugrott egy fejest. Szóval mutatom még egyszer. Így néz ki ebből a Jordan. Nagyon szép állapotban. Pippen. Ez nekem már megvan, úgyhogy ez a Pippen lap majd eladó lesz. Látjátok majd az oldalon, kirakom. Rodman. Ez is dupla. Ez is eladó lesz. Grant Hill. Ez is dupla. Ez is eladó lesz. Szerintem egy SPX Silver, ez véletlen jutott közéjük. Ja, van a sima, meg a Silver, illetve van még kék, most nem jut eszembe a neve. Bronze, illetve arany. Ez a Silver. Van ilyen, hogy véletlen
közé keveredik valami. Ez is talán Silver, nem vagyok benne biztos. Tim Duncan. Ez is dupla eladó lesz. Nagyon gyorsan átlapozom. Rengeteg lap van még, úgyhogy lássuk. Ez egy jó nagy doboz. Lássuk, hogy ez mit rejt. Főleg a sorokat gyűjtöm, illetve még az említett játékosokat. 1990-től 2000-ig mindenféle sort, mindenféle márkát. Skybox, Hoops, Fleer. Collector's Choice, Upper Deck, minden. De elég korrekt a család, aki ezeket küldi haza, aki segít haza küldeni. Ugyanis ezeket a csomókat nem kell külön kifizetni. Ez se egy forint egy ilyen kárt tartó. Lássuk, hogy mit rejt az első nagy doboz. De már vegyes kártyák lesznek. Nagyon kíváncsi vagyok. Na, egyből egy bevizsgált kártya. Erről majd később beszélni fogok. Mostában ez a divat, bevizsgálni a kártyákat. Értékeléseket kapsz, ahogy látod. Centering, corners, edge és surface. Ott látok pontokat. Centering az, hogy hogy lett kivágva a kártya. Nincs elcsúszva. Ez a corner, ez a sarkok. Mennyire sarkos a kártya, vagy nem. Edge, ez az éle, hogy milyen az éle felülete, illetve a surface, az a sima felület, a kártya felülete. Ez egy 9-es vizsga, ez jónak számít, ez már növeli az értékét. Különben ez egy atomic refraktor, csak nem jók a fényviszonyok. Erről tudjuk, hogy ez a legmagasabb lap, van a sima, a refraktor, meg az atomic, ez egy atomic. Úgy tudjátok megkülönböztetni, hogy hosszában és kereszt szálirányban csillog a kártya. Na, az összes sajnos nem jön át, de... Na végre. Jól talul látjátok a Kembi embetűnél. Ilyen egy atomik. Másik bevizsgált kártyám, ez egy Pippen atomik. Ez is 9-es vizsga, tehát ez már doboz értékén nem keveset. 9 fél van még, meg a 10, ezeket nagyon nehéz megszerezni. Ezeket nem én küldtem be, ezeket így vettem. Érdekes, itt előírja, ez a régebbi típus. 8 fél a surface, ott ment el az egész kár érte. Tehát a felületén valószínűleg volt karc, vagy valamilyen nem odaillő dolog. Na, megyünk tovább. Ez egy nagyobb pakk. Kezdjük is, kibontom. Platinum Portré, Fleer Metal 96-97. Az egész sor gyűjtöm, a Jordan megvan, úgyhogy ezeket próbáltam összeszedni. Ah, igen, mint mondtam, vegyes. Ez egy SPX volt benne, amit legelőször bontottam, csak ez a gold verzió. Elég kevésszer van fönt eBay-n, úgyhogy ez ritkának számít. Erre nem igaz a Beckett ár, ez többet ér, mint a katalógus ár. Slamcam, ez az E-Force-nak az egyik insert sora.
Nagyon szép kártya, főleg élőbe. Jó, ezt a sort is gyűjtöm. Rodmantől a Zenzation. Ez is Z-Force. Ezt a sort is gyűjtöm. Ez egy Pippen Top Scrome X-Factor. Elvileg sorszámozott. Igen. Ott van fölül. 150 készült belőle. Ez a 82. Következő egy Pippen. Ez is refraktor. Ráadásul ez a kisebbik sorszámos, ez a 263, van egy 1090-es is azt hiszem, de ez a kisebbik, ez az értékes sebb. Arra érdemes figyelni, hogy nem mindig igazi árat írnak ki. Itt aki ráírta, azt hisz, hogy ez 60 dollár, ez nem ér 60 dollárt. Úgyhogy jól meg kell nézni, mikor eBay-en vásároltok, mert mindenki a pénzre hajt. Ezt leszámítva, ez egy gyönyörű kártya. Ez Rodmantől egy Atomic megint csak. Ez a legmagasabb lap a sorozatból. Gyönyörű. Ez is. És jó ritka. Na, ritka alkalmak egyike. Ez már egy új generációs lap a Panini-nak a időszakából. Ez egy patch, mostanában már csak ilyen lapok vannak, ez csak azoknak mondom, akik most kapcsolódnak be a gyűjtésbe. Itt látjátok, az a mezéből egy darab, ez egy worn patch, tehát ez állítólag a játékosom volt. Én nem hiszek ezekbe, nem gondolom, hogy 90-valahányból még maradt mez, amit Rodman viselt, és ezt pont belerakták ebbe a kártyába, de elvileg ez egy worn patch, úgyhogy akkor legyen egy worn patch. És ez még sorszámozva is van elvileg, amit most nem látok. Mindegy, ez elvileg egy per 25, szerintem itt van a matrica alatt. Ja nem! Itt van, itt láthatjátok. 25 darab van belőle a világon, ez a 7. Ja, ez is gyűjteményi darab. És végig is mentünk az első csomagon. Úgyhogy akkor nézzük tovább. Ez egy Jason Kidd, sorszámozott, hát nem tudom, valamilyen darabos kártya, mindjárt elmondom. Game used shooting shirt. Tehát ez atlétájából van Jason Kiddnek kivágva. Ez a darab. Kiddet nem gyűjtök, úgyhogy ez eladó lesz. Big Shots, Grant Hill. Ez is egy mezdarabos kártya, ez nem patch, ez jerseynek hívják, ugyanis nincs benne mondjuk egy szám, vagy a csapat nevéből egy darab, tehát nem patch, ez jersey, persze, ez is sokat ér, szép lap, ez is eladó. Ez egy Iverson Finest, ez a basic, tehát ez a sima. Ezt bevizsgáltatom majd, és ezt frissen húzták a csomagból. Ez remélem ez majd egy 10-es vizsga lesz. Erről majd később beszélünk, hogy hogy megy ez a bevizsgálás, majd minden hónapban töltök fel új videót, és akkor majd ti is meg ismerkedtek ezzel a hobbival. Na, ez egy Gary Payton kártya, ebbe jegy darab van, és mez darab. Nagyon érdekes.
ez is eladó, ez a pak végig eladó. Ez egy Grand Hill, ugyancsak. Mezéből egy darab, és abból a jegyből, amelyik meccsen ez játszott. De ez nem most lehetett. Ugye Grand Hill már régóta nem dobál. Iversontól ez egy melegítő darab van benne. Elvileg az a melegítő, amit rajta van a képen, ez abból egy darab. No, ez is eladó. Ez egy flare kártya. Fleer. Shaky O'Neill-től egy Finest. $25, ami nem igaz, ez se. Ez nem $25, ez kevesebb. Grant Hill-től megint csak egy mez darab. Ez is eladó lesz. Magic Johnson-tól egy nagyon szép Finest. És nézzük a következőt. Ugye elnézem, jó sok csomag lesz, úgyhogy készítsetek be hideg élelmet, üdítőt. Na, Grant Hill-től ez egy refraktor, Finest refraktor. Ez fejből tudom, ez $60. Ez úgy van benne a katalógus, hogy borderless per gold. Jó, onnan tudjátok megállapítani, hogy ilyen szivárványosan fénylik. Ez mind refi refaktor. Ez $60. Nagyon szép kártya. Dennis Rodman. Ez egy alapkártyának a harmadik, illetve a második upgrade-je. Ez egy electric kört, és abból is a gold. Ez elég ritka. Természetesen ez PC. Tehát saját gyűjtemény. No, ezek a hardcore típusú kártyák, ezek fából vannak. Ez a Jordan Holding kört kártya, ez mind sorszámozva van. Ezt a teljes sor gyűjtöm, alig kell már belőle, már csak egy pár darab hiányzik. Ezeket nehéz is jó állapotban megtalálni, mert mindegyiknek ilyen törött a széle, meg nagyon használt. Ez is egy sorszám, ott van rajta. Ha befogja a kamera. 2300 készült ezekből. Ezekből még van bronz, silver, meg gold. De az több $100. Nem lehet megfizetni. Jön az egész csomagnak a büszkesége, az egyik. Ezt nem most akartam, mindegy. Ez egy Z-Force, de ez egy rév. Tehát... ilyen csillámos felülete van a játékos nevének. Jó, ha ilyet találtok régen, látod gyűjteményetekbe, akkor ez egy elég sokat érő kártya. Ez különben mind sorszámozott. Tehát onnan tudjátok, mert rengeteg ilyen Z-Force kártya van eladó, Vaterán, meg Jófogáson, meg mindenhol egy forintot nem érnek, ezek azok, amik érnek. Rave. Ez az ötödik, ami készült belőle. Az egyik kedvenc lapom, Z-Force Rave. Alig van eladó eBay-en, évente egy vagy kettő van csak fönt. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy megfogtam, hajnali 5-kor keltem. Mert mindig ilyen hajnali 3 és 5 között járnak le a kártyák általában. Ez már az említett Fleer Metal Platinum Portrait-nak az egyik darabja, ő Grant Hill, természetesen nem eladó, saját PC.
ugyanaz csak Charles Barkley. Ez egy Mystery Finest. Most már rá kell, hogy vágjátok, hogy ez mi. Igen, ez egy reflektor. Szivárványosan világít. Ezeket is gyűjtöm. És akkor nézzük ezt a nagy csomagot. És ezt a nagy csomagomnak belüli kis csomagot. Larry Johnson. Ez szerintem valamilyen ajándékkártya lehet. Ja igen. Rodman. Az aktív leader típusú kártyája nagyon szép. Ez sincs sokat fönt eladó. Fél évente van egy-kettő fönt. Jó állapotban meg még kevesebb. És van egy jó hírem, ez dupla. Úgyhogy ez nekem már megvan, hogy egy eladó lesz majd. Ezek ilyen töltelék kártyák, ezeket ajándékba kaptam mellé. Nagyon érdekes, ezt észrevettem, hogyha mondjuk az eladó csúszik a postával, vagy valamilyen probléma van, vagy sarkos a kártya, és visszaírsz, hogy ez nem volt fair, akkor küldenek ajándékot, rengeteg csomagomba dobtak ajándékot, vagy csak simán egy gesztusból. Ez a Starquest, ez egy Finest, ez nem tudom mi. Ez egy Fleer. Ez egy sima Finest. Ez egy Hologemes Charles Barkley, azért ez nem rossz ajándéknak. Clyde Drexler, ki se tudom mondani. David Robinson. Ez mind ajándékba kaptam a Rodman mellé. Ezek eladók lesznek. Pici lapok. Na lássuk, mi van még. Ez a Flair Showcase, ez mind sorszámozott, ennek a sorát is gyűjtöm, nagyon sok kártyám van, de még mindig nem elég. Hardaway, Dumars, Brian, Ellen Houston, hát ezek nem valami nagy nevek, $5 volt a pak, ennyi nem hagyhattam ott. Plusz posta. Na, ez egy jó vaskos pak. Kíváncsi vagyok, mit vannak ebbe. Ja, és mindegyik benne van egy ilyen kemény tokba, majdnem mindegyik. Úgyhogy külön köszönet megint csak a feladónak, hogy ennyire precíz. Ezt toploadernek hívják angolul, hogyha rendeltek külföldi oldalról, be lehet jelölni, hogy kérsz-e toploadert vagy nem. Ez a toploader, ez a kemény tok. Ez egy Pippen Refi. Nagyon szép. Ebből többféle is van. Ezt majd videóban majd kitérünk erre. Bővebben van, aminek van kerete, van, aminek nincs. Valahol ott van ez a Super Hoof labda. Super Team labda, valamelyikben nincs. Valami sima, valami refi. Ez, hogy hatféleképpen össze lehet gyűjteni. Ez egy nagyon szép lap. Na, Jordan. Ez a Double Trouble. És abból is az Ultra Gold. Nagyon szép állapotban. $25, szerintem most már sokkal több. Ez egy éve volt 25, most nagyon megugrottak a Jordan árak. Bánom is, hogy nem vettem annó többet. Ez egy SPX Gold. Kevin Garnett. Garnettet is gyűjtöm részben. Sorszámozva van ez is, és ugye unblock az egész sor, gyűjtöm, ha van vagy 200 ebből a kártyából, nagyon szép. Na, a másik büszkeségem a csomagból, ráismer-e valaki, ebből három van, van a szélső, a középső, meg a másik szélső, ez a bal szélső, ebből a UD3 labból. Nagyon elszállt az ára.
mert 50 és 100 dollár között van egy darabnak. A bal szél a legolcsóbb, ez, aztán a középső, és a jobb szél az elég ritka. Habár elérhető eBay-en, de milyen a zsebünkbe kell nyúlni. Megvan a három, majd egy videóban bemutatom. Collector Choice, ez a mini trió, abból is a Gold. Ez az egyik, ami a legtöbbet ér. Garnett, O'Neill, Brian. Ez többször megvan, úgyhogy ez eladó lesz majd. Ugyanez simába. Ezt még, mikor elkezdtem eBay-ezni, akkor vettem. Sajnos egy csomót elpötyögtem ilyen apró kártyákra. Érdemes kivárni, sokszor fönn van a teljes szett. 20-30 dollárért, mintsem egyesével megveszed 2-3 dollárért, plusz még a 3 dollár posta, tiszta bukó. Na, egy Rodman, ez is refi. Ez a bordered, tehát van kerete, ez azt jelenti. És ezen rajta van a labda, mint mondtam, van amelyiken nincs. Menjünk tovább. Még egy Pippen. Ez is dupla. Ez már volt az előbb. Úgyhogy ha valakit érdekel, keressen meg az oldalon keresztül. Vagy kommentbe. Na, ez egy gyönyörűség. Ez a csúfság rá van írva. Mindjárt kiveszem, hogy lássátok. Ez különben egy Atomic Refraktor, megint csak, és Shaki O'Neill a játékos rajta. És ez a Best Cuts Atomic Refraktor. Ez egy ilyen kivágott kártya, gyönyörű. Na most látszik rendesen. Ezt régóta vadásztam. Nagyon szép gyűjteményi darab. Pippen, Hardcourt kártyája, nem Highcourt, Hardcourt és azon belül a Highcourt, ez is sorszámozott, ugyanabból a csomagból lehet ezeket kifogni, amit előbb mutattam, az a Holdingcourt, Jordan per akárki. Ez is kevésszer van fönt eBay-en, itthon kb. Nincs is meg senkinek. Ez így néz ki, ebből is gyűjtöm a sort. Ez is fából van. Nagyon nehéz jó állapotot venni. És ez is sorszámozott, ahogy látjátok. Ez megint csak egy rév. Tehát ez nem a sima. Ezt nézzétek meg otthon, hogy van-e ilyen, ilyen csillámporos a felirat. Olyan, mint a csillámporos lenne. És sorszámozott. Van olyan, ahol lemaradt a per, vagy az off, azok ilyen wrong, vagy hibás kártyák, de az is többet ér. De az az igazi, hogyha minden a helyén van. Na. Következő csomag. Jó, majd tartani fogunk egy kis szünetet. Majd a doboz után 4 részes lesz a videó. Megint csak a Gold. Jó, ez nem nagy történet. Ugyancsak. Ez mind eladó, meg van a teljes sor, úgyhogy ha valakinek van hiányzó darabja, akkor nyugodtan kereshet. Ez egy nagyon érdekes kártya. Úgyhogy ezt meg is mutatom nektek.
Ez egy kihajtható kártya. Ez is akkor ér sokat, hogyha jó állapotban van, úgyhogy ezt ne nagyon hajtogassátok ki. Egyszer megnézitek. Nagyon szép, köszönjük. És akkor ezt vissza is lehet hajtani. Jó? Ebből is gyűjtöm a sort. Talán ez volt az utolsó sorból, ami még nem volt meg. Rodman. Ez lehet, hogy többeknek megvan. Csak nem ez a változat. Ez egy electric kört. Tehát ez már insertnek számít. Ez a Hoops nameplate. Játékosok és a becenevei. Végre most már megvan a teljes sor. Ez a Shaq, a Diesel, Garnett, Kid. Itt valami össze van ragadva. Ja, dupla. Úgyhogy ajándék a másik, gondolom a sérült, vagy valami baja van, mindegy, eladó. Ez is Iverson, Robinson, Swing Shift, ez a Fleer 96-97-nek egy insert sora, ezt is gyűjtöm. Ez egy Rodman, Power Zone, ez a Stadium Club lapja. Ebből is van kétféle. Talán benne lesz abban a csomagban a másik is, majd bemutatom. Szép. Mások, ez is jó dundi csomag. Mit rönt? Pipentől egy. Most nem mondom meg milyen lap, de még nekem nincs meg. Now Showing ez a neve. Swing Shift megint. Benitől a nameplate. Abdurrahimtól a nameplate. Robinsontól a nameplate. Pipentől, na ki veszi észre, hogy ez mitől olyan különleges. Ez a sima Stadium Club, csak a bal felső sarokban hülye matrica, amit nem látszik, ez egy Members Only kiadás. Elég ritka ezeket, elég nehéz ezeket beszerezni. Rodmantől is itt van. Ott a Stadium Club alatt ott van egy ilyen jel, Members Only. Ezeket is nehéz beszerezni, főleg a Rodment. Megint csak egy Members Only. Ebből többféle van. Majd ezeket is megnézik egy következő videóba. Pipentől egy kihajtható kártya. Azért azt tudni kell, ha kihajtod, akkor már semmit nem ér. Úgyhogy ezt érdemes nem kihajtani. Mert megtörik. Tolkien Hoops. Amire ideért ez a kártya, már megszereztem, úgyhogy ez is eladó. Grant Hill. Ez az a papírkártya, úgy hívtuk mindig. 97-98 Fleer sorozat, ilyen papírtapintások a kártyák. És ez abból is a Crystal. Itt van. Ez a Crystal változat, ebből három van, sima, Crystal meg a Tiffany. Azokra vagyok most rágerjedve, de ez a Crystal is elég jó. Ez egy ilyen ezüst aláírt. Ez ajándék lap volt, ezt nem vettem. Na, ez a másik. Lássuk, ezt még megmutatom, és akkor az első része a
csomag bemutatásának vége is. Keressétek YouTube-on a második részt. És mint mondtam, ugye többféle létezik ezekből. Ez az a Silver Pippen, hogy az mint Pippen, ennyi létezik belőle. Ezt nagyon nehéz így összeszedni, főleg az aranyat, azt majd a végén mutatom. Sok irigyem lett hirtelen, úgy érzem. Szóval ez a Silver, ez a Bronze, ez a Sky, vagy Blue, másnél, na Sky, igen, így hívják, most jutott eszembe, Sky, Sima, és a Gold, ezt megmutatom közelebbről, nagyon nehéz beszerezni, alig van belőle eladó. Ezt is katalógus ár fölött vettem, tehát erre a kártyára sem igaz a katalógus ár, ezt vagy 20 dollárral fölötte vettem, hát ez van. Vége.